Folytassuk is tovább a raktáros elméletet a tizedik részsel, és ismertesse a raktári folyamat a riányításból származó végrehajtási információk összetevőit, mutassa be az információk továbbításának módjait és az egyes módok jellemzőit. Kulcsszavak és fogalmak, amik lenni fognak nekünk. raktári folyamatirányítás végrehajtásához kapcsolódó információ áramlása az árubeszállítás és árukiszállítási tevékenységeknél. A folyamatirányítási irányítási információi, Háttérnyilvántartási információk, primer, szekunder és tercior információk. A raktári irányítás. A raktár a külső és belső áramlási és információáramlási folyamatainak irányítása, mely lehetővé teszi a raktár ellátási és tárolási feladatainak hatékony lebonyolítását, a folyamatok aktuális állapotának regisztrálása. Ahhoz, hogy a raktár irányítás el tudjon látni, illetve el tudja látni a feladatait, információkra van szüksége, illetve maga is információkat bocsájt ki. Az információk összessége egymásra épülve képzi a raktár információs rendszert, amely az áruáramlási rendszerrel szoros egységet képez. Ennek eredményeképpen lehetővé válik a folyamatok irányításának és ellenőrzésének valós idejű elvégzése a vállalatirányítási irányítási rendszer keretében. Az integrált vállalati irányítási rendszer jellemzői A vállalat irányítási Corporate Governance információs rendszer a szakirodalomban egyre inkább ERP-ként emlegetett, tehát mindjárt E emlegetett információs rendszer a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat környezet tranzakcióira vonatkozó információ koordinált, és folyamatos beszerzését, feldolgozásán tárolását, és szolgáltatását végző személyek tevékenységek, valamint funkciók ellátását lehetővé tevő hardware és szoftvereszközök összessége. A rendszer fő összetevői. Az ember mind döntés előkészítő és döntéshozó. A külső és belső információ. A külső és belső hardware és szoftver elemek szervezeti megoldások. És most nézzük is meg a irányítás helye a vállalatirányítási vállalat rendszerben. Mindjárt látjátok a képet. Első helyen van a vállalatirányítási szint, a raktározás ennek egyik alrendszere. Második, a raktárirányítási szint, a teljes raktári tevékenység integrálása. Harmadik, folyamira, folyamatirányító szint, ez a szint vezéli a raktár tranzakciókat logikai integráló szint a negyedik, összehangolja az egymással kapcsolatban lévő egységeket. Ötödik, hajtásvezérlési szint, berendezések működését aktiválja. Ezt még egyszer ismételjük át, hiszen nagyon fontos. Első a vállalat irányítási szint, a raktározás ennek egyik alrendszere. Második, Raktár irányítási szint a teljes raktári tevékenység integrálása. Harmadik a folyamatirányító szint, ez a szint vezérli a raktári tranzakciókat. Negyedik logikai integráló szint összehangolja az egymással kapcsolatban lévő egységeket. Ötödik hajtásvezérlési szint berendezések működését aktiválja. Egy jó raktárirányítási rendszer minden a raktár működtetéséhez szükséges képességgel rendelkezik, a záróátvételtől a készáró kiszállításáig, a leeltározástól a selejtezésig, az elvégezendő feladatok kiosztásától a műveletek pontos, visszakereshető naplózásáig. A raktári műveletek hatékony, gyors és pontos végrehajtását segíti, ha a rendszer képes az online kommunikációra, adatfeldolgozásra, azáltal, hogy lehetőség van rádiós, wifi hálózaton működő mobil agyatgyűjtők például használatára. A legtöbb raktár irányítási rendszer nem csak önállóan, hanem vállalatirányítási rendszerekkel, tehát ERP, vel összekapcsolva is képes működni. Fő funkciók lehetnek több telephely és több raktár kezelése, termék és tárhely jellemző kezelés, tehát kapacitás, tömeg, lejárati idő. Mértékegységek és csomagolási egységek kezelése darabgyűjtő doboz raklap. Felhasználói csoportokhoz rendelt jogosultságok kezelése, áruátvétel betárolás, komissziózás, visszaállítás, készároki szállítás selejtezés, illetve leltározás, göngyölegkezelés, minőségellenőrzési funkciók. A több lépcső szállítási útvonalak automatikus kezelése. Magas emelő targonca, illetve targonca, átadó zsilip targonca. Mozgatási és kommunikációs feladatok kiosztása mobil adatgyűjtésre. Különböző betárolási és kiszedési stratégiák kezelésére, illetve raktári műveletek pontos, visszakereshető naplózások. Raktár irányítás, vállalat irányítás kapcsolat. Szállítói rendelések, az a PO. Van a vevői rendelések, más néven SO. És a gyártási rendelések, átvétele és könyvelése az nem más, mint a W, O. Tehát por, só és vó. Tehát a szállítói rendelések, átvétele és könyvelése, illetve vővői rendelések, átvétele és könyvelése, illetve gyártási rendelések, átvétele és könyvelése. A raktár irányítás feladatai, tehát nyilvántartási folyamatok, külső kapcsolatok kezelése, raktári folyamatirányítás és készletgazdálkodás. A raktárban olyan irányítási rendszert kell kiépíteni, amely biztosítja az áruáramlás és az információáramlás folyamatát egyidejűségét, azaz a raktári tranzakciókhoz kapcsolódó információk a végrehajtás időpontjával egyidejűleg a folyamatirányítás rendelkezésre álljanak. A raktári alapfolyamatok irányítása az árok be- és kiszállításával, a raktáron belüli mozgatásával, valamint a készletezésével kapcsolatos folyamatok optimális végzéséhez kialakító stratégiák megvalósítását jelenti. A tárolandó árukkal kapcsolatos információk, nyilvántartási információ az árok jellemzőire, megnevezés, mennyiség, egység, tárolási igények vonatkoznak. Az áruk mozgására vonatkozó információk foly folyamatirányító információ a megrendelésekkel, a beszállításokkal, a tárolással és a kiszállítással kapcsolatosak. Szállítási megrendelések tárolóhely kijelölése, betárolási utasítás és kitárolási utasítás. Az egységes áru nyilvántartási és információs rendszer kialakításának alapfeltétele az egyértelmű árujelölés és a tárolóhely jelölés továbbá a nyilvántartáshoz, rendeléshez, készletszabályozáshoz. Szükséges jellemzők megfelelő rendezése. Az árujelölés célszerű a szállító és a megrendelő jelölési rendszerekhez igazítani, a tárolóhely jelölés célja a raktártárolási szempontból elkülöníthető helyének azonosítása. A készlet nyilvántartás feladata a tárolt árufajták, árucikk raktáról lévő mennyisége, és megállapításának lehetővé tétele. A, raktár, a raktári folyamatok komplex irányításához az alábbi adat és információállomány szükséges. A készletállomány a beszállítók és a megrendelők állománya. A beszállítási beszerzés rendelések állománya, a kiszállítási rendelések állománya, a bizonylatállománya, a határidő állomány és a tárolóhely állomány, Továbbá az anyagmozgatógépekre vonatkozó információállomány, és végül a járművekre vonatkozó információállomány. Raktár irányítás feladatai, törzsadatok nyilvántartása, raktár külső kapcsolatainak kezelése, raktári munkafolyamatok vezénylése, készletgazdálkodás és áruazonosítás. Ahhoz, hogy a raktárirányítás el tudja látni feladatait, információkra van szükség, illetve információkat bocsát ki. Ezeknek az információknak az összessége képzi a raktári információs rendszert. A raktárirányítás belső információs rendszerében négyféle információ szerepel. Primer információ, szekunder információ, háttér információ és tercier információ. A primér információ, amely a megrendelés jeleníti, bocsánat, a primer információ, amely a megrendelést jelenti, és az ellátási körzetből érkezik a raktárirányításhoz. Szekunder információ raktárirányítás által a megrendelések feldolgozása után a folyamat végrehajtási szintje felé kibocsájtott utasítások. Terci információk az utasításban szereplő feladatok végrehajtásának elvégzését igazolják vissza a raktárirányítás felé, amely alapján a raktárirányítás nyilvántartja tartja az adott folyamat aktuális állapotát, illetve módosítja a háttérinformációkat. Háttérinformációk azok, amelyek nyilvántartás jellegűek, az utasítások kiadásához használja fel őket a raktárirányítás, például készletnyilvántartás, tárolóhelynyilvántartás és Erőforrás állomány. A raktár irányítás információs rendszerét a következő ábra mutatja. Van egy inputunk, meg egy outputunk. Primer információ itt bemegy, meg a megrendelésre is bemegy egy primer információ. A szekunder információ, tehát más néven a utasítás, tehát a Raktári által a megrendelések feldolgozása után a folyamat végrehajtás szintje felé kibocsájtott utasítások. Tehát itt történik a folyamat végrehajtás szintje. A terciar információ az ezeknek a aktuális állapotát, tehát egy visszajelzést mutat, hogy kész van-e, végrehajtották-e a komissziózást, vagy nem sikerült. És ennyi. A raktárirányítás informatikai rendszere más néven a WMS. A raktárirányítási szoftver feladata a raktár külső és belső áramlás és információ információáramlási folyamatainak vezénylése, amely lehetővé teszi a raktár ellátási és tárolási feladatainak hatékony lebonyolítását. A folyamatok aktuális állapotának regisztrálása. A WMS, tehát amit az előbb is felírtam, nem más, mint a Warehouse Management System, ami angolul van, tehát ö, raktárirányítási ö, rendszer. Célja az árumozgató személyzet munkájának irányításán keresztül a raktári készletnyilvántartás és árumozgatás kézben tartása a legfontosabb raktár irányítási rendszer funkciók közé sorolhatók. Az irányított betárolás, a szedés, a tárhely és a leertár funkciókat. A VMS gyártó szoftverének működési alapelve megegyezik a cikk, mennyiség és a mértékegység adat alapján határozzák meg. Milyen terméket hová tároljanak be, honnan szedjenek ki és milyen sorratba tegyék mindezt. A raktári munkafolyamatok vissza, Vizsgálatával meghatározzák annak optimális végrehajtási módját. Adatbővíteli sorrend alapértelmezett adatok, majd pedig a raktározási folyamat elemi lépéseiből a vonalkódos raktárrendszer felépíti, és összefűzi azt automatizáltan végrehajtó műveletsorokkal. És nagyjából szerintem az a tizedik tétel ennyi is lett volna, úgyhogy én elköszönök, további jó tanulást!